Fából készült szívégbetéteket választott dr. Kezi Tamás régész a február hónap műtárgyának az Intertize Múzeumban. Mint azt elmondta, az avarkori férfi sírok leglátványosabb leletei általában a ruházatot a derékon összeszorító öv díszes veretei. Ezek készülhettek aranyból, ezüstből, bronzból, attól függően, hogy milyen volt a tulajdonos társadalmi és gazdasági helyzete. A helyi múzeumban megtekinthető darab Rácz Almásról került elő. A mi esetünkben a korai avarkori sír rokról van szó. A mi esetünkben a technikája, amivel készítették, az a préselés. Most ezek a préselt veretek, ezek általában úgy néznek ki ezekben a sírokban, hogy részből, illetve ezüst lemezből préselik ki őket, és belül üregesek. Most ezek a kis fa betétek valószínűleg arra szolgáltak, hogy az öv szíjak, szívégeknek a belső részére helyezzék őket, és egy kis tartást adjanak a fémnek, tehát ne horpadjon be könnyen, hogyha nyomás éri őket. A régész úgy folytatta, számos jel mutat arra, hogy a tárgyak a szívégeken belül helyezkedtek el. Valószínűleg a szívereteken belül voltak. Erre utal egyébként az is, hogy több helyen korrodálódásnak a nyoma, korrózió nyomok vannak rajta, tehát a rész, amihez hozzáértek a sírban, az zöldes, kékes színűre színezte a felületüket. Most ez a koralvar korszakból van, ugye azt szokták feltételezni, hogy ezek az övek tulajdonképpen a szabad embernek a szimbólumai is voltak. Dr. Kezi Tamás a szabadságjelzéseként hozzátette, feltehetően ehhez hasonló tárgyakat a szabad emberek viseltek, hiszen a szolgákkal ellentétben ők ezt megtehették. Hasonlóan a mai állapotokhoz, amikor ékszerekkel, tetoválásokkal közvetítünk üzenetet másoknak. Különböző ékszerekkel fejezzük ki például azt, hogy kik vagyunk, hova tartozunk, ugye vastag aranylánccal adott esetben a gazdasági helyzetünket, vagy akár tetoválással azt, hogy nem tudom én, kihez kötődünk érzelmileg, vagy egyéb dolgok. Ugyanígy a testüket az avarkorban is felhasználták az emberek, és ahogyan mondjuk a rómaiaknál a kalap az csak a szabad embert illette meg, tehát valamilyen fejfedő csüveget csak szabad embert tehetett a fejére, rabszolga nem. Innen van a frígiai sapka, ami a francia forradalom idején ugye szintén a szabadságnak a szimbóluma. Hát ugyanígy az avarok idején a veretekkel ellátott övről feltételezik azt, hogy a szabadságnak, a szabad embernek a jelzésére szolgált. Az Intertize Múzeum hivatalos oldalán részletes, írásos összefoglalót is olvashatnak az avarkori szívégbetétekről a történelem szerelmesei.